Na végre sikerült elindítani azt a csodálatos fülbevő programot, aminek az a neve, hogy UBS. Valaki tudja, hogy annak mi, vagy minek a rövidítése? Mármint így fejből így rá belegondolna. Valami, nem tudom. Na, nem is erről akartam beszélni, hanem arról, gyerekek, hogy este 7 órakor csúnya világ lesz itt a Keeper csatornáján. Nem bebaszós live-ot fogunk csinálni, majdnem annyira durva lesz, hanem... Várjatok, ne süketüljetek meg, ezt fölhúzom ide. Úgy. Így talán egy kicsit kevésbé csúnya a hangom. Na, emlékeztek azokra a live-okra, amikor autókkal verettük különböző pályákon, meg sumo birkoztunk pontskorpiókkal? Na, hogyha emlékeztek, akkor hasonlót akarok tervezni olyan 7 óra körül. Ma, ha nem emlékeztek, akkor meg jobban jártatok lehet, mert nagyon durva dolgok szoktak lenni. Igazából visítva röhögős versenyeket szoktunk vívni. Így Banánhoz Joe, Gangster, Szilárd Nikli, Zsolt és néha Zsani is sokat csatlakozni ehhez a csodálatos együttléthez. Így szoktuk együtt nyomni egy lány és 5 fiú. Nagyon durva volt. Na, figyeljetek fiúk, az a lényeg, hogy hoztam néhány járművet, linkek lent a leírásba, meg a modok, meg mindenféle ilyen dolog, amit itt szoktak mondani, úgyhogy ott megtaláltok mindent, ha akartok csatlakozni az esti 7 órás live-hoz, akkor jöhettek. Kispolák. Kispolák, minden van itt, Trabant gyerekek, egyes Golf, Warburg, ilyen szütyögő kicsi traktor, Kirovec, MPZ, Rabasteiger, IFA, Becekli, Lada Niva, Wartburg, nem, Barkas, and Dacia és 1500-ös Zsigulival is rendelkezik a projekt. Na, figyeljetek gyerekek, arra gondoltam, hogy megmutatom gyorsan, mi az a pálya, mármint nem az a pálya, hanem mi az a pálya, mi? Belekeveredtem, várja. Reset. Megmutatom, hogy merre fogunk menni, oké, okay, hogy aki akar majd csatlakozni ehhez a live-hoz, az tudja, hogy merre kell, elég kacifántos pályát sikerült összehoznom, megreállásul csináltam, 2 darab, várjál, beülök egy járműbe, és azzal fogunk végig veretni mondjuk egy Lada Nivával. Szépen lassan megmutatom, nem tudom egyébként ez a felvétel mennyire lesz hamály, meg mennyire lesz akadós, OBS-t így nagyjából belőttem, meg akartam csinálni gyorsan ezt a videót, hogy este hétre tudjatok mindenki, hogy valaki csatlakozott a Steamhez. Na, mindenki tudja, hogy merre kell menni. Ja, na. Igen, itt van egy ilyen gyönyörűséges. Gyerekek, milyen ez a szélesen van itt ennek dolgok. Na, ruszki zászlók jelzik a nyomvonalat, miért is ne autentikusak legyünk. Táblát kidöntöm, nem mész ide. Jaj, nem döntöm ki. Na, hülyeséget beszél sokat a Keeper, még fog jobban is. Van egy kettő ilyen sumo birkózós placi is, ami ugye majd a pontskorpiós bunyókra fog alkalmas színhely lenni ebben a csodálatos millióben. Na, itt van a rajt. Szemfüles emberkék meg is látták már a célt, és nem igazából nem ezt a 20 métert fogjuk megtenni onnan ide, vagy innen oda, hanem egy kis kerülővel fogjuk veretni. Most én megpróbálok dinamikusan végigmenni ezen a pályán, ami valószínűleg úgy abba fog... az lesz a végig kifejtete, hogy bele fogok borulni valahova, de azért meg... vagy lassan menjek? Na, inkább menjük veretősen, nem? Hogy akkor így igazából látjuk, hogy mégis mire számíthatunk. Az a lényeg, hogy óvatosan azért, mert nagyon sok olyan rész van, ahol vízen kell átkelni. Oké? Okay. Szóval nincsen reklamáció pénztár után, vagyis az rajt után. Ide valószínűleg be fogok rakni több járművet egyből. Azt csináljuk, hogy nem egy járművel indulunk el, mindenkinek lesz 2-3 járműve. Tehát vissza tud tabolni, hogyha esetleg valami probléma történik az egyik járművel, akkor újra tud menni, ne az legyen, hogy ott áll aztán akkor a homokó, vagy azért így tudja csinálja ezt a dolgot. Na, oké, okay, gyerekek. Szóval akkor. Nem takargatunk semmit. Miért lebasznak érte? Na, gyerekek, tényleg menjünk. Az a lényeg, hogy itt megyünk, zászlók jelzik az útvonalat, ruszki zászlók. Itten van kapásból egy ilyen csúnya ugrató. Óvatosan, gyerekek, mert főborulsz, meghalsz, vége van a bulinak. Ez most sikerült megúsznom, lehet, hogy inkább a lassú megoldást választom. Lesznek itt csúnya dolgok egyébként, itt át tudunk kelni, látjátok, hogy nem sérült meg a jármű, lehet, hogy a bicikli vagy egy kicsit be fogja szívni a vizet, de majd talán azzal is ki lehet ugratni. Nem tudom, biciklivel még nem próbáltam a pályát. Ja, óvatosan egyébként nagyon inkább offroados a jellegű a pálya, tehát nagyon durva ugratók és ilyesmik is történhetnek. Ja, egyébként lehet, hogy akad a fölvétel, nem beszólni a Keepernek, mert ez most tényleg egy ilyen nagyon instant próbáltam felvenni ez az OBS-t. Itten figyelj, fékezzé, mert meghaltál.
Itt már próbálgattam a pályát, egyébként egyszer nem tudtam végre rajt menni. Ezt halálkomolyan mondom, úgyhogy tényleg. Lehet, hogy lassabb járművekkel izgalmasabb lesz a mérkőzés, mert különben integetünk egymásnak a mocsárben. Hoppa, mit gyerekek, hogy fék ez a Verda gyerekek? Milyen szart történt? Na, itt is okosan átmész. Saját felelősségre úgy próbálod a békanyálon terelni a járművet, mert akkor valószínűleg, hogy sekélyebb a dolog. Szóval este 7 óra nem győzöm hangsúlyozni, mert úgyis 300-szor megkérdezitek még a kommentekben, már próbálod is írni, mert már feláttad, hogy az előbb mondtam 5 percet, tudom ám. De ne aggódjál, elmondom még jó párszor. Itten okosan mész, mert látod, dobálja a Verdát, nem jó a lengéscsillapító. Gavin van alatta, nem nagyon szuperál. Le van tekerve a T.A. Gavin. Képzeljétek, mám a városba mentem, mellém állt egy Audi. Bümögtetem, durogtatom a környéket a Ventóval, mellém állt egy Audi, azt így mutatta, hogy nagyon király a Verda. Tetszett neki a Ventó. Nagyon elismerő volt. És ez halálkom. Ja, itt is megpróbálsz fölkapatni, nem az úton mész, látod zászlók között, mész okosan. Nézed a videót, mert különben kérdezni fogsz állandóan a live alatt. Úgy okosan, így szépen beveszed a kanyart, rugatod a zavart, és már indulok, és itt ki tudod húzatni okosan, szépen. Kicsi bukkanók lehetnek, előfordulhatnak. Tényleg nagyon masszív a futóművezet. Na, meg itten okosan nem mész tovább az úton, hanem azt csinálod, hogy stop. Stoj, nyomsz egy féket, okosan nem mész bele oda szembe az árokba, mert az csúnya lesz neked, hanem követed a zászlók vonalát. Okosan látod, ügyesen mész, sok a zászló, arra mész, nem hagyod ki a kapukat, mert akkor izé lesz, ki fogunk banolni. Itt te figyeled a békanyálat, a békanyálnál tudsz átmenni, ne menjél át máshol, nem ott, hanem ott a, izé, mi az? Tavi Rózsának a vonalát követed okosan, mert különben meghalsz. Jó. Csoda, eddig még nem sikerült végigmennem ezen a pályán, lehet most csak... Hoppa, hoppa, mi van itt? Meglepetés van. Itten fövész látod. Aztán amerre... Hoppa, hoppa, mi van? Belugultuk. Aztán itt okosan kimész az útra, ahun akarsz. Kihúzottad a Verdát, mint az állat, mert itt már csak aszfalt lesz. Nem tudom, miért akadok, mint a disznó. Töltöget valami csodát. Nem szokott. Na, itt húzatod, mint az állat. Ha murvás kerek gumikat raktál fel, akkor lehet jól választottál, mert a nagy része a pálya. Nem tudom, mit akad. Szerintem töltögeti ott a többi járművet. Na, oké, és bum, és már én lettem az első. Nagyon király voltam. Még eldobom a Verdát a végén. Ki is ugrok, úgy. Talpra jól kezdett. A következő lehetőség még lehet fönnállhat ebben a ilyen Buffalo-val, nem Skorpióval. A következő dolog még a live-ba előfordulhat. Pont Skorpió, hol van? Bunyó, vagy pedig akármilyen más járművel, de valószínűleg pont Skorpióval fogjuk egymás nyakát tördelni. Mert ugye azzal, annak van egy ilyen csodálatos kárja, amivel lehet itt küzdeni. Ugye valószínűleg, hogy ilyen mindenki mindenki ellen történet lesz. Ide beállunk, ugye? Az a lényeg, hogy mindenki benn lesz a körbe, és akkor aki utoljára benn marad, az fog nyerni. Gondoltam ezt így. Nem mondom, de szerintem azért mindenkinek világos volt, tehát akkor este 7 órakor gyertek. A gangster Zsolt, esetleg Zsani, bár Zsani már nem videózik, meg a régi csapat Szilárd Nikli, mindenki, aki tud, az gyűjjön, aztán azokkal fogunk kommunikálni, meg akkor mindig random ember is jön, azt jó elverjük. Mert mi nagyon profik vagyunk. Na, csá, csubi, csőtészt, sziasztok gyerekek, jók legyetek, bye!